Párka István tanár úr a Vásárhelyi Zoltán után a magyar karvezetés életnek a doénje, hogy ezt mondjam. És vagy tanult nála mindenki, aki vezénélni tanult kórusvezénést, vagy a hatása alá került. De harmadik verziót nem tudok. Olyan lelkesedés övezte mindig is a személyét, a személyiségét, ami szerintem példaértékű. Megtisztelő dolog, hogy a tanítványa lehettem. Nem is tudom, hogy ki nem volt a növendékem. Érdekes az, hogy Párkai tanár úr és közöttem körülbelül 60 év különbség van, és sőt 65, és mégis hihetetlenül friss. Gyerekkoromból ez egy nagyon erős emlék, hogy ő kikel az ágyból, tornázik és fekvőtámaszokat csinál. Ebbe a világba belecsöppentem, és annak a koronája a tanár úr volt. Olyat sose tudtunk tőle kérdezni, amit nem tudott volna. Ő az a professzorunk a Zeneakadémián, aki 61 éve van velünk. Az ő nyomdokaiba nem tudott senki lépni. Fantasztikus humorérzéke van. De nagy lelke és nagy szíve van. Ő azt hiszem, hogy egy romantikus ember. Egészen kivirul, hogyha pódiumra áll. Nagyon szépek a kezei. A magyar kórus muzsika egyik központi emberében van dolgunk. Ő állandó, tehát változó világban egy állandó valaki. És ez fantasztikus. Ez mindig meghatottsággal tölt el. Párka István, karnagy, zongoraművész, nyugalmazott tanszékvezető, egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Kamarakórus alapítója. Számos hazai és nemzetközi verseny zsűri tagja, karvezetői kurzusok vezetője. A Kórusvezénylés alapjai című tankönyve ma is alapmű a kórusvezetők képzésében. Kórusvezetői munkásságát érdemes művészi, Liszt Artisjus Bartók pásztori és Kossuth díjjal ismerték el. A nemzetművésze.